A járványhelyzet okozta programszegénység után a rendezvények lehetőségével ismét előtérbe került a Balaton környéki vendéglátó szakemberek igénye, terve. A Balaton egész évben ad élményeket, nem csak a nyári szezonban. E szándék jegyében 6. alkalommal szervezték meg a Pezseg a Balaton elnevezésű bormustrát Vonyarcvashegyen, a Festetics Helikon tavernában. Szeretem a bor ízét, és csak az íze miatt fogyasztom. A rendezvény célja, hogy a fogyasztók a termelőkkel létrejövő személyes ismerettség révén a borokról beszerzett információk segítségével tudatosan válasszanak a borfajták közül. Egy átlagos fogyasztó az a boltban, a polcon maximum az árról tud tájékozódni egy adott bornál, ami nagyon nehézé teszi a vásárlást, és ezek az események ezek lehetővé teszik a vásárlóknak, hogy itt személyes kapcsolatokat kössenek, akár a pincészettel, akár a pincészetet képviselő emberekkel. A taverna vendégei szívesen fogadták az értő fajta ismertetéseket, s talán balatoni tartózkodásuk alkalmával tudatosabban választanak közülük. Az esemény azonban nem csak a borokról szólt, azt is bizonyította, hogy a balatoni vendéglátás nem szorítkozik kizárólag a nyári szezonra, az év minden szakában tud élmény nyújtani. Hiszünk abban, hogy a Balaton az egész évben nyitva van, és minden vendéglátóipari egységünket, minden egységünket egész évben nyitva tartjuk, és ezzel a névvel is arra akartuk felhívni a figyelmet, hogy majd április elején is pezsgünk egy kicsit. A mostani rendezvényen 7 borászat mutatkozott be a szép számú érdeklődőnek, egy villányi kivételével valamennyien a balatoni borrégió képviselői. A Vonyarcvashegyi Bormustra egyébként rendszeres rendezvény, legközelebb ősszel találkozhatnak termelők és fogyasztók ebben a formában egymással, addig pedig nap mint nap az év teljes időtartamában.